Június közepén a tanévvel együtt befejeződött a 2018-2019-es diákolimpiai sorozat is. A megyebeli sportolók az országos döntőkben összesen 43 érmet szereztek, 16 arany, 13 ezüst és 14 bronz megoszlásban. A nyíregyházi Móricz Lányrőr labdázói a nemzetközi porondra is kiléphettek, a korosztályos világbajnokságon Porecsben képviselhették a magyar színeket. A megyei Diáksport és Szabadidő Egyesület elnöke szerint fontos, hogy az érmeket több település sportolói szerezték a döntőkben. Vannak olyan pólusai Szabolcs-Szatmár-Bereg megyének, amelyek Nyíregyháza mellett tudják húzni a megyei sportéletet, és ez azért is fontos, mert így egyre többen jutnak lehetőséghez, egyre többen juthatnak el arra a szintre, ami azt hiszem, hogy egy diák sportolótól elvárható, hogyha komolyan végzi a munkáját. Rengeteg jó tanuló, jó sportoló van, és ehhez viszont kellenek azok az infrastruktúrális feltételek, amelyek szükségesek ahhoz, hogy valaki egy adott sportágban ki tudja magát próbálni, és ez hál' Istennek most már egyre több településen vannak meg a lehetőségek, és sőt azt mondhatjuk, hogy minden településről eljuthatnak már a járásközpontokba nagyon könnyen a diákok, és ott pedig már minden infrastruktúrális lehetőség adott arra, hogy akár csapatsportágakban, akár atlétikai sportágakban, vagy egyéni sportágakban ki tudják próbálni magukat, és tudják azt a tehetséget érvényesíteni és megmutatni, amely bennük van. A sikeres szerepléshez nem csak a diákok, hanem a testnevelő tanárok, edzők munkája is elengedhetetlen volt. Igyekszünk díjazni azokat a testnevelőket is, akik a pedagógus munkába rengeteget tesznek azért, hogy a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében élő gyerekek, akik sportolni szeretnének, ők ezt meg is tehessék. Ez valóban egy olyan munka, amely pótolhatatlan, és hát bár minden évben vannak olyan nyugdíjas pedagógusaink, akik nagyon nagy űrt hagynak maguk után, de hál' Istennek azért elmondható az is, hogy mindig van azért utánpótlás, vannak lelkes fiatal pedagógusok, akik szeretnék ezt a küldetést felvállalni, és amíg ez a folytonosság megvan, addig én úgy gondolom, hogy a megyei diáksport életben nem lesz igazából törés. A testnevelők mellett azért én itt megemlíteném a szülőket is, akik egy nagyon komoly hátteret adnak, és nagyon komoly láncszemély egyébként annak, hogy eredményesen tudjanak sportolni a gyerekek, hiszen azért már a mai felgyorsult világban egy igen komoly logisztikai feladat az, hogyha a gyerek sportol, hogy akkor eljusson edzésre, eljusson iskolába, aztán délután megint edzésre, és ez a szülők nélkül, a szülők rugalmassága és a szülők odaadása nélkül, ez nehezen lenne kivitelezhető. A Megyei Diáksport és Szabadidő Egyesület az elmúlt tanévben nem rendezett országos döntőt, jövőre azonban ismét egy nagyszabású esemény házigazdája lesz Nyíregyháza. Az Egyesület ugyanis sikeresen pályázott a 4. korcsoportos összevont labdajátékok diákolimpia országos döntőjének 2020-as rendezésére.